Amit Laci bácsi megélt és látott, az már történelem. Akkor a futball még az életüket jelentette a játékosoknak, és mindent feltettek erre, ha felhúzhatták a csapat vagy a válogatott mezét, áthatotta egész lényüket, játékukat, éppen ezért nem maradhatott közömbös a közönség számára sem mindez, írta Kő András. A fradi közönség igazán megjegyezhette a nevedet. Meg is jegyezte, mert kész éppen nem azt mondta getvai, getvás. Így nevettek el. A könnyebb volt kimondani nekik. Nem azt mondták, hogy Laci, getvás. Ez egy lelkesedést adott nekem is. És ott volt, hogy fejezd be! Be kell fejezni. Erre kész éppen az egyik Újpest mérkőzésen, kész éppen a fradi pályán, lőttem egy olyan gólt az Újpestnek, hogy kész éppen a Tóth Gyuri, a kapus, az kereste a szobornál, ahol a Spinger szobor van. Erre kiabálja a közönség, 30 ezer néző volt. Kiabálja, Gyurikám, a hálóba van fölakadva, belülről, nem kívülről, hálóba, értem akkor. Tudnék, az volt a helyzet, hogy én úgy megtanultam gólt rúgni, futtából, a kiszámíthatatlan. A Ferencváros legidősebb játékosa, Getvai László, több mint 94 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Zólyomban. A Ferencváros játékosa volt 1934 és 1948 között. Volt az első töborzó, kézében reggel 9-kor volt ez a mise, ahol minisztráltunk, 9-kor, 10-kor kezdődött a töborzó, 10-kor. És kézében eltartott, volt 200 gyerek, aki megjelent. És a 200 gyerekből eltartott, 2 óráig, de utána 2 óráig eltartott ez a toborzó. És kész éppen az utolsó 11-be bekerültem. És a Zsasar bácsinak hívták, az valamikor valamikor védett. Ő volt az edzőm, az első edzőm is. És akkor mondja, mit szeret játszani? Mondom neki, én csatát szeretek játszani, mert szeretek gólt rúgni. Robbanékony vagy, bal szélső leszel. És akkor határozta meg nekem a pottomat. Getvai László egy évet játszott a kölyök csapatban, egyet az IFIK-nél, a szövetségi kapitánnyá avanzsált Izsák Károlynál ifjúsági válogatott lett, majd pedig egy évig az amatőr válogatottban rúgta a labdát, végül 1937. július 15-én szerződtette a Ferencváros. A csapattal 3-szor nyert bajnoki aranyat és 3-szor magyar kupát. Ezen kívül Közép-Európa kupa győztes csapat tagja is. Annak idején ez egy nagy dolog volt, közép-európai. Óriási volt az. Hát kérdezik, ez olyan volt, hogy például Bologna ellen játszottunk kész éppen KK mérkőzés nyáron, és kész éppen, és utána pedig a 3-4 kikaptunk. Erre készül, itt Budapesten 30 ezer, 40 ezer néző előtt, fradi pályán, megvettük őket 4-1-re. Óriási volt teljesítmény. És ha jól tudom, akkor ez a győzelem a Getvai Toldi Balszár nevéhez köthető, hiszen Toldi 4 gólt rúgott. Igen, úgy van. Mind a 4-et, amikor a Toldi rúgta. Tudnék, az volt a helyzet, kézzel a támadásoknak a tömkeregét vezettük, és olyan helyzetbe, egy belőle meg volt beszélve, hogy a Toldi Gézát, az készében már ő tudta az, hogy én nem ide adom a 5-ös a labdát, hanem hátrább. Ezért tudta berúgni, mert rettetes nagy lövő volt. Ezt kell tanítani, és ezt én mint edző, 10 év voltam fradina edző, tanítottam. 161 bajnoki meccsen 66 gólt szerzett. A válogatottban 17 mérkőzésen 3-at.
Melyik csapat ellen mutatkoztál be először a megy színű mezben, a válogatott mezben? Kocsia ellen. Soha nem fogom elfelejteni. Mikor elmentünk megnézni a pályát, hosszú volt a pálya. Jó, a méretben benne volt, és széles volt a pálya. És kérdés szépen, nem tudtunk úgy, mint mi itten, hogy a szélin lenni, bejebb kellett helyezkedni. Ezek meg úgy mentek, mint az őrültek, ezek a skótok. Ezek bírták, és a fű is, magasabb volt a fű, és készen jó volt, de a skótok jobban szoktak hozzá, mert magasabbra hagyták, nem nyírták le úgy. Skót viszki volt? Volt. Volt. Én meg is szerettem a viszkit még akkor. Én azóta mindig van viszkim. De jó volt, Istenem. Fiatal volt az ember. Mi? Teli volt energiával. 1942-ben Gyetvai Lászlót és játékos társát Kis Gyulát az orosz frontra vezényelték. Egy órával az indulás előtt azonban futár érkezett a keleti pályaudvarra, és a kórházvonat parancsnokát kereste. Bácskai őrnagy a parancs láttán azonnal kijelentette, Kis és Gyetvai, szedjék le a málhájukat, és menjenek vissza a csapattestükhöz. Így maradtak itthon. Később derült ki, Lázár Gyula súgta meg, hogy a hadbíróságon szolgáló dr. Sárosi György a csapattársa intézkedett. Két sereggem hiányzik, amit elvittek az oroszok. Tudik, amikor megszálltak bennünket, akkor ilyen lakásokra is mentek. És mi a földszinten laktunk, a Vas 21-ben egy szám maradt, készében, és bejöttek, és megláttak, neki kell ez ivónak. És elvittek két ilyen. A két ilyen kupa két megtetszett kupa. Nekik, meg, hogy meg. Ebből jó lehet. Persze. És azt vitték magukat, de nem inni akar. Inni. Nem papíroztak meg minden, ami ez neki tetszett. Hát elvitték, hogy próbáltuk foglalkozni, hogy nem, úgyis elviszik. Most skót viszki nem lesz itt a riport során, de azért én tudom, hogy te énekeskedvű játékos igen. voltál. Tényleg, így van. Szeretsz dalolni. Igen. Valamilyen régi futballista nóta biztos van a fejedben, vagy valami, amit szívesen igen. itt a Fradi tábornak elénekelnél. Mit mesél egy régi sportlap, mit mesél? Mit mesél? Volt egy csapat, úgy száguldott, mint a szél, mint a szél. FTC-re hallgatott, 100 győzelmet aratott a futballpályán, pázsitos gyepény. Most öreg fiúk vagyunk, hajunk ezüst fehér. Öreg fiúk, FTC hajrá, a sírig kergetjük a labdát, zöld fehér dresszünkön megfakult a szín, de a dressz alatt még ver a Fradi szín, hogy szégyen ma se érje zászlón. Erre csatál ő szét a hálót, nekünk a pálya ma se bárson szét. Öreg fiúk előre FTC. Drága Laci bácsi, kívánok neked így most a 94. születésnapon túl a következőkhöz nagyon-nagyon jó egészséget, és minél több nótaszót az életedben.